Az 1434/2020-as számot kapta az a kormányhatározat, amely rendelkezik a Szolnoki Szigligeti Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról. A költségvetési átcsoportosítás során további 1 milliárd 135 millió forint fordítható a színház épületének javítására. Ezt az összeget még idén átutalják. A felújítás során az épület vizesedéséből eredően olyan előre nem látható műszaki problémák adottak, amelyek megoldásához a szolnoki önkormányzat nem rendelkezett szükséges többletforrással. Olvasható Kállai Mária országgyűlési képviselő közösségi oldalán.